a késeim egy nem ide való, és így elég értelemszerűen meg tudtuk jelölni. Ez egy ilyen 3-4-5 méter magas fa, lehet, hogy valakinek pont ilyen kell, lehet, hogy valaki majd kisebbet fog igényelni, vagy kivágni, attól függ, hogy hova viszi, milyen járművel tudja elszállítani. Nem kevés logisztikát igényel manapság, ha valaki májusfát szeretne állítani kedvesének. A hagyomány szerint a május 1-je előtti estén a legények csoportba szerveződve állítják a sudárfákat választottjuk háza elé. Ez azonban nem is olyan egyszerű. Nem mindegy ugyanis, hogy honnan szerezzük be a májusfát. Ebben segít idén is a Nyírerdő ZRT nyíregyházi erdészete. A szakemberek narancssárga festékkel jelölték meg azokat a fákat, amelyek az adott területen, a sóstói erdő védelmében kivághatók. A Szedd magad a májusfát elnevezésű programot második alkalommal szervezi meg az erdészet, egyelőre az országban egyedüliként. Amikor tavaly elkezdtük a rendezvényt, igazából három célja volt. Egyrészt, hogy az elegyes erdők fontosságára felhívjuk itt a környékbeli lakosság, az erdőjárók figyelmét. A nyírfa azért nagyon fontos elegyfa, de természetesen vannak rajta kívül mások is. Mivel a nyírfa gyorsan nő, meg ez a késem egy is gyorsan nő, ezért el tud nyomni olyan fákat, amiket viszont mi meg szeretnénk segíteni a növekedésében, és ezért van, hogy kivágjuk őket. A másik célja az, hogy ennek a hagyományozó tevékenységnek teret tudjunk adni. A környékben ez még jellemző, meg a környékbeli településeken szoktak májusfát állítani a legények. Mi ezt általában úgy tapasztaljuk, hogy május 1-ére reggelre eltűnik az erdőből a fa. Ennek is szerettünk volna elejét venni. A harmadik pedig, hogy ez egy nagyon jó program, akár egy apafiúnak, akár egy baráti társaságnak, egy szép áprilisi délután, kora este, nagyon jó hangulata van ennek, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt benne. A program népszerűségét mutatja, hogy tavaly az ország távolabbi pontjairól is érkeztek vállalkozókedvű fiatal emberek. Akkor közel 500-an is megfordultak a kijelölt területen, és összesen 200 erre a célra kijelölt fát vittek magukkal. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a fa kivágásához ne hozzanak semmilyen eszközt. Ezeket az erdészet munkatársai biztosítják számukra. A kivágásban azonban nem kapnak segítséget. Aki állítja majd a májusfát, annak is kell megküzdeni érte. Fontos azonban az előzetes regisztráció. Okolva a tavalyi nagy ember áradattól, a nyíregyházi májusfa@gmail.com e-mail címre várunk egy egyszerű e-mailt, aki szeretne ebbe részt venni, április 27-éig beérkezően. A fák száma korlátozott, tehát nem szeretnénk azt, hogy itt letaroljuk az erdőt. Mi tudjuk, hogy mennyi van, körülbelül olyan 100-150 fát ki tudunk osztani. Hogyha a fölött lesz a regisztráció, sajnos aki később regisztrál, azt el kell utasítsuk. A regisztrációhoz a név mellett szívesen veszik a szervezők, ha a jelentkező a települést is leírja, ahonnan érkezik majd. A májusfák kivágására kijelölt helyszínről kizárólag a regisztráltaknak e-mailben ad tájékoztatást az erdészet. A vállalkozókedvű legényeket április 30-án 15 és 19 óra között várják a sóstói erdőben.